Üdv újra. itt én Szabó Viktor vagyok, és a mai videóban euh, reagálni fogunk egy videóra. 8 tip, hogyan szeres sok feliratkozót egyszerűen és gyorsan. Na ez az a két szó, amit én nem szoktam használni a feliratkozó számra, sem az egyszerűt, sem a gyorsat. Ez egy XP nevezetű csatorna, és követik több mint 150 ezeren, szóval valószínű neki bejöttek a tippek. Úgyhogy ebből kiindulva, szépen most igazából mi csak hátra dőlünk, és, és elsajátítjuk a tudást, hogy az XP barátunk Valószínű elmondja azokat a tippeket, amik segítségével ő is ennyi feliratkozóra tett szert, egyszerűen is gyorsan. Srácok, üdvözlök mindenkit ebben a kicsit rendhagyó videóban. A mai nap... oh, Minecraft. Ő egy Minecraft videós, egyébként Windows XP. Gondolom már előtték ezt a point. Igen, ő egy Minecraft videós, és a mai napig, ha jól látom, aktív. Itt van Premierbe egy videója. Úgyhogy igen, igen, ő, ő, ő aktív és nyomja, bár gondolom nem sok ilyen videója van, amiben YouTube tippeket ad, de hát rá szerintem érdemes hallgatni, hogyha, hogyha, azt nézzük, hogy mennyi feliratkozója van. Nyilván nem ez számít, kevés feliratkozóval is mondhatnak okos dolgokat az emberek, illetve sok feliratkozóval is beszélnek gyakran hülyeségeket, de most megnézzük, hogy ő mit mond nekünk, még nem ítéljük el előre ezt a videót. Semmi, semmi előítéletünk nincs, felőlem akár Cségó is mehetne a háttérben, ha hasznosak a tippek, akkor tök mindegy. Nap arra gondoltam, hogy elmesélem, hogy hogy lett ennyi feliratkozó, illetve hogy hogyan lettem youtuber, ha... Na, ez egy olyan videó, mint, mint nekem volt a 10.000 feliratkozós, a 20.000 feliratkozós, hogy az eddigi tapasztalatait osztja meg. Wow, király, király, ez egy jó videónak ígérkezik. Bár nem szeretem ezt jelzőt használni. Adok nektek pár Melyiket lettem. a youtubert? Youtuber, ha bár nem szeretem ezt jelzőt használni hát pedig youtuber vagy, vagy gamer, <laughs> Adok nektek pár tippet, hogy hogyan szerezetek garantáltan sok feliratkozót. A videóban olyan dolgokat fogok mondani, mi... Garantáltan. Azért azt nem garantálhatod, hogy mindenkinek ez be fog jönni, meg hogy garantáltan sok feliratkozót lehet ezekkel, ezt senki nem garantálhatja előre. Egy kicsit furcsa és polgárpukasztó lehet, és tudom, hogy most lehet, hogy egy csomó diszlájkot fog kapni ezután a videó után, a rendvidósok pedig úgy szét fognak oltani, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok, de akkor is elmondom ezt a nyolc tippet, mi... Mivel... Nem, nem feltétlenül kell ilyen negatívan Hozzáállni. Ez se egy rendvideó, szóval itt csak reagálunk, és megpróbáljuk kiegészíteni, vagy kiavítani azokat a dolgokat, amik mondjuk nem jók, de inkább a kiegészítés szokott összejönni. Nem feltétlen rendelünk most. Mivel bármilyen szomorú, 2019-ben már csak így lehet szíren. Ó, oh, ez 2019-es videó? Jó, akkor úgy kell mérlegelnünk a tippeket, hogy eltelt három év. Szóval e ez figyelembe kell vennünk. És youtuber? Úgy gondolom. Szóval felhívom a figyelmet, hogyha olyan youtuber akarsz lenni, aki nem törődik azzal, hogy mennyi feliratkozója van, illetve csak azért videózik, mert élvezi, akkor ez a videó nem neked készült, folytasd nyugodtan a videózást, a magad szórakoztatására nagyon jól teszed. Tehát azért attól, hogy a saját szórakozásodra készíted a videókat, még érdekelhet, hogy hogy juthat el több emberhez. Szóval nem feltétlenül zárnám ki azokat így a tippekből, trükkökből, akik csak hobby célra videóznak. Szóval nekem is van sok olyan nézőm, aki csak hobbiból videózik, és volt már tanácsadásom is olyan nézőnek, aki hobbi célra nyomja a videózást. Szóval, és ugye ez egy fizetős tanácsadás, amit én tolok, és mégis volt olyan ember, aki nem akar ebből pénzt kivenni, csak jobban szeretné csinálni ezt a hobbit. Szóval ez teljesen rendben van. Szerintem nem kell őket így elküldeni, hogy ti, akik hobbiból nyomjátok, ne is nézzétek ezt a videót, mert nem lesz hasznos. Nyilván, ha szeretne több embert elérni, akkor, akkor, akkor jó dolog, ha több tippet és trükköt hall. Meg egyébként az, hogy valaki elért 150 ezer feliratkozót, és erről videót csinálna, az szerintem egy tök előremutató és hasznos dolog, hogy megosztja az emberekkel a tudást, és nem az van, hogy így irigykedik, hogy ez, ez, ez az én titkom, jó? Hogy hogyan értem el ezt? Szóval ez egy, ez egy tök jó dolog. Ha még mindig ezt a videót nézed, valószínűleg szeretnél sok követővel és feliratkozóval rendelkező youtuber lenni, szóval jöjjön, és akkor az a nyolc tip. Jaj, ne, 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 ne. Remélem az első tipp az lesz, hogy ezt csak poénból raktad be ezt az intrót, és amúgy ne használjatok ilyen intrót. Mondd, hogy az lesz az első tipp. <tip> <tip> Nem. Ó, itt még csak 47 ezer feliratkozója volt. Akkor 50 ezernél csinálta ezt a, ezt a videót, úgy látom. Nagyon jó. Első kor. Hány éves vagy? 7, 8, esetleg 9? Igen, akkor azt ajánlom, hogy ne kezdj el videózni, mert teljesen felesleges. Tudom, hogy ezt majdnem minden videós elmondja, és te sem fogsz úgyse rám hallgatni. Én azt mondanám, hogy kezd el, szóval nem, nem, mondom azt, hogy ne kezd el, viszont ne legyenek publikusok a videóid. Kezd el, kezdj el videókat csinálni, stb., de ne publikáld a videókat. Tehát gyakorol, az már 7 évesen simán érted. Ha én 7 évesen elkezdtem volna vágni, hát most nem itt tartanánk de hidd el, fiatalon kisgyerekként nem éri meg belekezni a Youtube-ba, mert bármilyen szomorú kimondani, csak magadat fogod égetni. Rossz... Nem találkoztunk már így a... Szoktam ilyen videó elemzést csinálni, ugye live-okban, mostanában egyre kevesebbet, de, de néha szoktam, és, és ott azért láttunk már értelmes gyereket, aki értelmesen videózik. Szóval, hogy simán el lehet ezt kezdeni, csak én azt mondanám, hogy még ne publikáld, vagy mutasd meg a szüleidnek, és, és ha elég nyitottak, akkor, és, és, valamennyire értenek is hozzá, hogy, hogy mi megy a Youtube-on, meg mi nem, akkor ők segíteni fognak neked fejlődni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy csináld, csak ne publikáld őket. szabb esetben a jövődés is lehet. Senki se szereti a 60p minőségű Fortnite gameplayt nézni, ahol a gyerek kutyasípot meghazottuló módon ordibál és uh, sértegeti csapattársait. Vélért és ne essék. Meg a legtöbb Youtuber egyébként fiatalon kezdte, szóval, hogy az XP se tűnik egy nagyon nem, nem, egy 40-es 40, -es, 40 -es fizi családapának tűnik, aki most kezdte a videózást, hanem ő is elég fiatalnak tűnik. Úgyhogy nyilván általában fiatalon kezdenek az emberek YouTubeozni többségében. Ez nem sértésképp mondom, minden YouTube elsőt, minden ember volt gyerek, de nem érdemes ilyen korban videókat posztolni YouTube-ra. Szerintem várd meg a minimum, de tényleg a nagyon minimum 14 éves kort. Nekem is van nem egy, hanem minimum száz olyan videóm YouTube-on, amit legszeresebben kitörölnék az életemből, mert annyira gáz, mint például ez. Második több. Mit például ez? Hát mi, miért van itt fent ez a videó? Szóval érted már a videó felvétel, akkor azt mondod, hogy kitörölnéd, az úgy nem jó. Szóval ilyenkor szoktam leállítani a felvételt, és azt mondani, hogy jó, akkor hagyjuk, hagyjuk ezt a témát. Többen jobb. Remélem nem egy ontiszoc vagy, és vannak barátaid, szóval vannak, ez remek. És szoktatok közösen tolni ez többen jobb, ez igazából, hát a attól függ, milyen műfajba utazol. Valószínűleg egy Minecraft gameplay-t többen biztos jobb csinálni. Viszont mondjuk az én műfajomban nem biztos, hogy kell több ember. Úgyhogy, úgyhogy, ez is elég specifikus, inkább ilyen gamer csatornákra vonatkozhat szerintem. Ez a tip nem mindenkire. Valamilyen gémet mondjuk lolosztok, vagy csésztek, stb. Plusz nehéz egyébként, szóval nyilván nehéz összehozni több ember, mindenki ráérjen, mindenki legyen jó állapotban, amikor videóhoz legyen vidám, legyen kipihent, stb. Szóval ez nagyon nehéz összeegyeztetni másokkal. De nekem sokkal viccesebb és érdekesebb dolgok történnek a mint ha egyedül leülnél a kamera elé és magadba beszélnél. Igen, igen, tehát hogy főleg gaming esetén, hogyha van ott valaki, akkor sokkal izgalmasabb, viccesebb, stb. Nyilván az elején nagyon nehéz elvinni a sót. Szóval, hogyha most kezded, akkor, akkor nagyon nehéz show válni így hirtelen a semmiből. Nyilván egy, egy Zsozi atya sem úgy kezdte, hogy rögtön ilyen rohadt nagy showman volt, hanem volt azt megelőzően egy-két pár éve, amíg, amíg eljutott erre a szintre, ahol például most tart. Úgyhogy nyilván, hogyha a gaming videós vagy, akkor jobb, ha úgy kezdett, hogy vannak mások is körülötted, hiszen úgy van interakció, beszélgettek, stb. kialakulhatnak vicces momentek, úgyhogy ez teljesen jogos, de nem, nem minden esetben. Ráadásul hidd el, sokkal jobban felszabadulsz, és ezáltal nyitottabb leszel a nézők pedig szeretik be azokat a videókat, amiben mondjuk nem csak maga a gameplay gameplay-t kell nézni, hanem közben beszélgetések, vicces dolgok is történnek. Bár az én YouTube csatornámon általában egyedül videózok, de ha megnézitek például a Twitch csatornámat, ott van pár olyan pillanat, amikor haverokkal olyan hülyeséget csinálunk, hogy a könnyem kicsordul a nevetéstől. A harmadik tartalomválasztás. A YouTube-on már nem csak egyfajta tartalom létezik. Ott a gameplay, a vlog, a paródia videók, rosszabb esetben a reakció videó Hello. Mi hogy rosszabb esetben? Hello, hello. ...videók, stb. Ha megfigyeled a más híres youtubereket, a csatornájuk általában egy kaptafára épül, azaz a gameplay csatorna nem nagyon vagy nagyon-nagyon ritkán készít uh, vlog videókat, illetve reakció videókat. Ez azért van, mert ha a csatornát túl sok tartalom felé ágazódik el, akkor a nézői szétszóródnak, mivel valaki csak a vlogokat nézi meg, valaki meg csak a gameplay-t. Szóval, ja, ez nem túl, nem túl jó ötlet. Ja. Igen, meg a feliratkozást is ugye nem segíti elő, hogyha én látok egy csatornát, és van ott gameplay, van ott zene remix, van ott ez, az, amaz. Nem, nem, érzem azt, hogy ide most fel kell iratkoznom, mert fele nem is érdekel, vagy nagy része nem érdekel. Szóval nyilván ez, ez így az elején nagyon fontos, kiemelten fontos, viszont utána meg már tök mindegy, megnézed a VR-t, mindenféléről csinálnak videót, mert úgy is meg fogják nézni az emberek, szóval, hogy van ez a pont, amikor már tök mindegy, mit csinálsz a csatornádon, úgyhogy teljesen lényegtelen, az elején viszont fontos. Válasz egy tartalmat és csinálj arról több videót, de azért ne félj próbálni új dolgokat se néha, ez fontos. Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy kísérletez, ne ragadj bele valamibe, mert az nem tesz jót hosszú távon a csatornának. Egyedik pont. A... Se pedig neked. Na nézzük a felszerelést, elég egy telefon. A felszerelés. Talán ez a dolog, amit nem nagyon tudsz befolyásolni, de ha esetleg a gépednél még egy krumplis jobban viszi a Minecraftot, akkor nem ajánlom, hogy gameplay videós legyél, de tényleg, ne, 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 ne. Meg a baj, a gameplay videónak nagyok a követelményei. Szóval ez egy nagy hátulütő, és nyilván kisgyerek vagy mondjuk, vagy gyerek vagy, vagy nagyon fiatal, akkor nem biztos, hogy van egy pika pc ami viszi. Ajánlom minimum a mai YouTube platformra a 720p-be feltöltött videókat, és a 60 fps sártana, hogyha lehet. Nem, tehát ez mondjuk mostanában már inkább ugye a 60 fps egyébként szerintem fölösleges, de a 720p azt mondanám, hogy egy Full HD felbontás alá már én nem mennék a mai világba. Így, így eltelt ugye három év a videó után, szóval, hogy nyilván a Full HD az az alap, annál lejjebb nem. Szóval, ha komolyan gondolod ezt a videózást, akkor szerezve gyorsan egy 16-9-es monitort is. A 5. pont a gyakorlás. Még a monitor, most tök mindegy, mint vágod meg, az, az szerintem nem tesz hozzá annyit. Gyakorlás szeretnél három órás vágatlan Minecraft videókat spammelni a Youtube-ra, vagyis hát tényleg nagyon remélem. Na, akkor nyúj a zsebedre, és vedd meg a legdrágább vágó programot, a Sony Vegas. Ez nagyon-nagyon ez fontos, de mondjuk az is megteszi, ha valonnal letöltöd amúgy. Vedd meg a Sony Vegas. Ennél rosszabb tippet még nem hallottam így, így Youtube kapcsán. Vedd meg a Sony vegas Szedd le innen a DaVinci-t, vagy... ...tölt. Vittó, torrentes le egy programot, még az is jobban, annál, mint hogy a Sony Vegas-szal Borzasztó. Nem, ne vedd meg a Sony vegas Inkább vedd meg a premiere vagy a Final cut vagy a DaVinci-t. A DaVinci egyébként ingyenes, ez, ez nem jó, nem jó. De tény, hogy el kell kezdeni vágni. Úgy? na, hogy pénzt adjatok ki, Csak poénból mondtam, hogy valaki komolyan vegye. Na igen! Elnézést, is sikerült komolyan mennem. Igen, szükséged lesz egy vágóprogramra, amit jól tudsz használni. Mielőtt én elkezdtem videózni, felvettem pár 5 perces jelenetet, azon gyakorolgattam a vágási módokat. Nem azt mondom, hogy profi filmvágó lettem, de azért az évek alatt ragadt rám valami, és sok tapasztalatot is szereztem. Ezt ajánlom mindenkinek. Neked is Na, erre... ja, hát igen, tehát vágni fontos. Mu muszáj vágni. Itt 2023-ban a YouTube-on nem tudsz vágás nélkül szerintem meglenni szükséged. Ne légy lusta, a lusta emberek nem lesz youtuber, szóval menj szépen és tanulj megvágni. Na, korrekt. Hatodik pont a felület. Na most, hogy már tudsz vágni, beszereztél egy jó PC-t, és már barátaid is vannak, elkezdhetsz videózni, Ja nem, még van pár dolog, amit el kell mondanom. Még meg a YouTube csatornád. Sok ember úgy gondolja, hogy haszontalan az indexképpel, illetve a csatorna felületével foglalkozni, pedig ez a legfontosabb, mivel a néző ezt fogja meglátni először az indexképet, illetve a cím alapján fogja eldönteni, hogy rákattintol erre a videóra. Pontosan, pontosan. Itt mi volt a? Ah, igen, itt ez volt az indexkép. Nullától százezerig. Szóval, ha már kiismerted a vágóprogramot, akkor szerez be egy képzerkesztő programot. Programot is, és ajánlom a Photoshopot, mivel az a legjobb és a legtöbb videós azzal készít el a képeket. Igen, meg a Photoshophoz rengeteg tutorial van. Nyilván nincs ingyen a Photoshop, de nyilván vannak eszközök, amikkel be tudod szerezni ingyen, sajnos, vagy nem sajnos, a lényeg, hogy ez így működik, viszont ja, a Photoshophoz rengeteg tutorial van, szóval azért is érdemes a Photoshopot használni angol nyelven, mert rengeteg, millió tutoriál van, mindent meg tudsz benne csinálni. Szóval, ja, jó lenne. Ajánlom, hogy hogy az index kép legyen letisztult, egy vagy maximum kettő dolgot helyez előtérbe a képen, mivel ez a kép nagyon kicsi lesz. Ajánlom, hogy élénk világos színekkel dolgoz, hogy kitűnjön ön a te videód a többi közül. Persze ez a saját véleményem, mindenki olyan képet készítem, ilyet szeretne. Hát igen, max nem kattintanak rá, de egyébként igen, ez, egy, ez jól fel voltak ezek sorolva, ezek a pontok, hogy minek kell megfelelni egy indexképnek. Nyilván látszik is, hogy ő ezt alkalmazza, hiszen 150 ezer ember feliratkozott, szóval ez, ez valamit jelent, hogy ezek szerint az ő indexképei megfelelnek a ezeknek a követelményeknek. Ne, de nekem ez vált be. A Úgyhogy ezt jól összefoglalta egyébként. Jó színe legyen rövid lényegre törő, használhatsz benne emojikat, de kérlek, ez nagyon-nagyon fontos. Emojit a cím elejére soha ne tegyél. Ez, ez nagyon ronda is, és teljesen elvesz az mikor meglátok egy ilyet, szóval ne. Vagy a végére, vagy a közepére, de inkább a végére. Ez is egy teljesen korrekt, bár nincs megindokolva, hogy miért, viszont, viszont én is egyetértek ezzel a ponttal. Hetedik pont a rendszeresség. Habár ezt a dolgot nem tartom annyira fontosnak, mert van pár youtuber, aki évente egy videót tölt fel, és mégis 8 millió megtekintés van rajta, de azért említésre mértó dolog szerintem ez is. Ne csinál... Hát mondjuk, igen, műfajok behatározzák ezt. Szóval nyilván egy, egy Jazz vagy egy Dumaragú kevesebb videóval is nagy számokat tud, vagy tudott csinálni. De, de igen, főleg a rendszeresség az azért is fontos, mert ugye a közönségedet is rászoktatod arra, hogy te rendszeresen nyomod a videókat ezáltal, ők rendszeresen néznek, stb. Plusz az algoritmust is terelgeted ezzel. Jaj, olyat, hogy egy héten feltöltesz öt videót, majd két hónapig semmit, aztán megint tíz videót, ez butaság. Törekedj egy kicsit. Igen, oszd el, szóval, hogyha van, kész van öt videód, akkor azt oszd be. Ez hosszú távon is egyébként egy jó stratégia. Itt rendszeres mivel ha sokáig nem töltesz fel tartalmat, akkor a nézéd egy idő után el, le fognak iratkozni, szétszóródnak, szóval ezt nem szeretnénk. Ehhez kapcsolódik, hogy foglalkozz a nézőiddel, hozd létre egy Facebook csoportot és beszélges velük. Hát ha nem is Facebook csoportot, azért 2023-at írunk, de szerintem már 2010 akárhányban, három évvel ezelőtt sem volt olyan nagy jelentőség a Facebooknak. Nyilván egy Discord szerver, vagy egy, vagy egy akármilyen fórum, ahol tudtok beszélgetni, az jól lehet. De nem mindenkinek van erre igény. És nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Vannak nagy csatornák, ahol nincs discord szerver, nincs facebook csoport, nincs semmi. De mondjuk az meg jó, ha mondjuk a kommentekre legalább válaszolsz, vagy van valami interakció a közönségeden, az ez egy nagyon fontos dolog. És egy idő után megkedvelnek téged, és hosszú ideig követni fognak téged, Ö, magyarán kemény magokká válnak. Nyolcadik pont! <laughs> kemény magokká válnak. <laughs> Értem, mire gondolod, ez vicces megfogalmazás. Volt. Mi ez a HLH. Erre várt mindenki, srácok, a legfontosabb, hogyan legyél híres youtuber, azaz hogyan legyen sok feliratkozód. Szóval, hogyha ideig eljutottál a videóban, ezek szerint már tudsz vágni. Most jön a clickbait rész, igaz, hogy nincs olyan, hogy egyszerűen és gyorsan Mondd, hogy ez a clickbait rész, és akkor beettük ezt. Képet szerkeszteni, meg mindegy, van a barátai, stb. stb. Szóval, ja, gratulálok neked. Na, és akkor. Hogy is kezd bele az egész YouTube karrieredbe? Mivel valószínűleg nulla követőd van, vagy minden esetre nagyon-nagyon kevés, mivel ezért nézed ezt a videót, gondolom én. Ha feltöltesz egy videót, nem fog rá sok megtekintés jönni. Bármilyen jók azok a videók, szóval nem, nem fog jönni rá megtekintés. Pontosan, ez így igaz. Én azt ajánlom, hogy először kezdj live-olni, azaz streamelni, mivel azzal gyorsabban szerzel subokat, és majd kb. jön ezer felé eléred azt a szintet, hogy a videóidat is megnézik, és... Hát ez nem kötném konkrét számhoz, meg nem is mondanám, hogy a világ legjobb dolga az élőadás, és azzal lehet rengeteg követőt szerezni, de nyilván, nyilván ez is egy jó út, szóval egy jó stratégia, hogyha élőadásokat is nyomsz. Az ezer feliratkozó meg nem, nem jelenti azt, hogy onnantól nézi is fogják a videóidat. Oké, okay, saját tapasztalat, amit elmond, de ezek így nem tények. És ha minőségiek és viccesek találják ezeket a videókat, valószínűleg egyre több megtekintés lesz rajtuk, a YouTube a besorol téged a ajánlott videók közé, és onnantól, higgyétek el, nincs megállás, onnantól, 10 20.000, 20 000, 100 000 megtekintés és híresek váltok, jönnek a feliratkozók, meg minden ilyesmi, szóval, ja, gratulálok, híres youtuber lettél. És remélted? <laughs> Úgy érzem a szavaiban, hogy nem sok minden jár azzal, ha az ember híres youtuber lesz. Szóval, hogy érzek némi ilyen ke keserűséget a hangjába, de lehet csak én látom bele ezt. Nyilván tudja, hogy mire fognak kattintani, tudja, hogy sok ember nagyon híres szeretne lenni, de de szerintem ő már itt érzi, hogy nem feltétlen a, a hírnév, ami ami a legjobb oldala a YouTube-nak, vagy ami a legfontosabb. Ez a videósácok most gondolom sokkal kérdezitek tőlem, hogyha ilyen egyszerű híresnek lenni, akkor miért nem youtuber mindenki? Végül is logikus. Hát mert nem mindenki ért hozzá, nem mindenki szeretne egyáltalán a Youtube-on szerepelni, nem, mindenki, nem mindenkinek van tehetsége hozzá, nem mindenkinek van személyisége, karizmája, stb. Kitartása, sorolhatnám, hogy mi, mi kell még ahhoz, hogy a Youtube-on hosszú távon gyártsad a tartalmat de mindenkinek van szenvedélye hozzá. Hát azért, srácok, mert nincs bennük kitartás. Higgyétek el, ö, még hogyha ja. be is tartjátok mindezt a 8 pontot, amit szerintem én fontosnak tartok, akkor is maximum egy éven keresztül 30 feladatkozótok lesz, de higgyétek el, soha ne adjátok fel, és akkor híresek lesztek. Ez a lényeg. Never give up, srácok. Én ezzel a mondattal búcsúznék. Én XP voltam. Lájkoljátok a videót, kommenteljetek valamit, és írjatok olyan dolgokat, amiket esetleg kihagytam ebbe a videó. Never give up, ez kicsit olyan fan-made-makeres volt. Ez never give up. Jó, jó, korrekt, korrekt is videó volt, igazából elmondta a saját tapasztalatait, voltak benne jó gondolatok, voltak benne kevésbé jók, de összességében szerintem ez egy kis korrekt videó volt, és látszik, hogy azóta összeszedett erre a 50 ezer körüli feliratkozóra még egy százast, szóval ő alkalmazta ezeket a tippeket, trükköket, meg, meg, jó videókat csinált. Nyilván sok dolog kimaradt, ami, ami hasznos, de ezeket megtaláljátok az én YouTube csatornámon, szóval vállalkot szeretettel titeket. Hát köszönjük szépen ezt a videót, leírásban megtaláljátok az eredeti linket, és tudjátok támogatni a kreatort egy-egy megtekintéssel vagy like-kal. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Ciao, ciao!